Köszöntöm a kedves nézőket! A mai háttérben előre tekintünk egy hétvégi programra, pontosabban nem is egyre, hiszen a múzeumok éjszakájai Cegléden többfajta kikapcsolódási, szórakozási és tanulási lehetőséget is rejt majd magában. Két fő szervezővel beszélgetünk itt. Itt van velünk a Kossuth Múzeum igazgatója Reznák Erzsébet és Kármán Sándor, a Dobmúzeum alapítója. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket. Én azt hiszem, hogy egy nagyon tartalmas nap elé nézünk szombaton. Igen, és most, ahogy így magunkon is végignéztem, jutott eszembe, hogy a Dobmúzeummal közösen is voltak már rendezvényeink. Nagy siker volt néhány évvel ezelőtt a Ceglédi Jazz éjszakája című közös rendezvény. Azóta is emlegetik. Az volt az első olyan alkalom, amikor lezártuk a Múzeum utcát egyébként. Hát most majd ugyanezt fogjuk tenni. Már szinte hagyomány egyébként, ugye nyilván ezt sokan megszokták, és már követelik is, hogy szoktak kérdezni Erzsikét, ha jól tudom, hogy ugye majd le lesz zárva a múzeum. Igen, ez egy biztos pont a múzeumok éjszakája történetében, úgy látom, és az idei iszonyatos forrónak ígérkező este talán ki is vonza majd az embereket a kellően hűvös múzeum utcába, hiszen most is színpadot építünk, már nem mi, hanem a szakértők, és négy zenekar, pontosabban négy produkciót hallgathatnak, nézhetnek majd ott végig az emberek. Két fontos évfordulóhoz érkezett a két intézmény. Ugye a Kossuth Múzeum most éppen négyszer olyan idős, mint a Dobmúzeum. A Dobmúzeum 25 éve alakult, ezek szerint ugye éppen 100 esztendős a Kossuth Múzeum. Mennyiben jelennek meg ezek az évfordulók a rendezvényen? Még gyorsan hozzáteszek egy másik évszámot, ez meg a 10. múzeumok éjszakája Cegléden, tehát a számok bűvöletében készül ez a mai műsor. Jelen lesz természetesen itt is, ezen az éjszakán is, egy alkalmi kiállításon a múzeum kiállításainak plakátjaiból rendeztünk egy kis bemutatót. Érdekes visszanézni, az 50-es, 60-as, 70-es évekről szólnak ezek a plakátok. És természetesen a Múzeumi Hírmondó egyik cikke is erről szól. Hiszen lesz Múzeumi Hírmondó, ami mindig este 11 óra körül szokott megjelenni, már aznapi esti friss képekkel, tehát ez is egy szép kis hagyomány. A Dobmúzeum ugye főleg azóta kapcsolódott be ezekbe a dolgokba, meg tud bekapcsolódni, mióta a főtéren van. Igaz, hogy előtte nem is voltak múzeumok éjszakái, ha belegondolok, de hát azóta meg nagyon. Annak is már 17 éve. Így van. Hiszen 2000-ben költöztetek oda a főtérre, és amióta múzeumok éjszakája van, azért mindig ki szoktál nyitni, és remek tárlatvezetések is jönnek. Az évforduló megfejeli ezt a szokásos programot? Mindenképpen megfejeli az évforduló is, és az is, hogy a város jóvoltából a mellettem lévő Ordas Lajos köz, ami tulajdonképpen egy átjáró a Szabadságtérről a Szolnoki útra, az evangélikus templom mögötti részt egy kicsit kibővítették, úgyhogy odéptették az iskola kerítését, és kialakult egy helyes kis tér, ami nagyon szép pontja most Ceglédnek, és erre a térre színpadot építünk, és ebből az alkalomból, hogy a 25 éves jubileumát ünnepeljük a Dobmúzeumnak, egy kis programot teszünk a színpadra, ami Horváth Kornél ütőhangszeres művész és Borbély Mihály fúvós hangszereken játszó kiváló művész produkciója lesz. Mindeközben négy remek ceglédi borásznak a borait lehet kóstolni a produkció hallgatása közben, és aztán gyakorlatilag utána a Dobmúzeumban tárlatvezetések következnek, illetve az erre az alkalomra kiadott postabélyegnek lesz az alkalmi bélyegzése. Két Kossuth-díjas művészről van szó. Igen, az egyik csak Kossuth-díjas, a másik Kossuth és Liszt-díjas. Igen, remek két előadóról van szó. Horváth Kornélra emlékezhetünk a Dobos Gálák történetéből is, én azt hiszem. Horváth Kornél a majdnem minden, hogy mondjam, nagyszerű produkcióban részt vesz, szinte állandó zenésztársa a Zorán produkcióknak, és azért esett rá a
választás, mert a 2016-os évben a világ legjobb ütő hangszeresévé választották, tehát ő a tavalyi év világ első, és hát ő szerette volna, hogyha ha ebben a párosításban hívom meg, úgyhogy így került rájuk sor. Igen, Borbély Mihályt pedig, hát többféle formációból ismerhetjük őt is, a Vujicic együttesben is, tehát a népzenét is igen. Játszik, és hát jazz formációkban is ő számtalanszor föltűnt. Leginkább klarinéttal szoktunk rá emlékezni, de más fúvós hangszereket is megszólalt. Szinte alig van olyan fúvós hangszer, amin ne lenne kiváló. Ezt jelzi az is, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszékének is, de a klasszikus fúvós hangszereket tanító, tehát a konzervatóriumban is ő a első számú fúvós professzor. Igen. Hát kiváló zenészekben nem lesz hiány a Múzeum utcában sem, hiszen már visszatérő vendégként, azt hiszem most harmadjára érkezik Mandel Róbert és csapata. Ők ugye a régi zene avatott ismerői és művelői. Annak idején, hogyha kedves nézők hirtelen nem ugrik be, hogy ki a Mandel Róbert, ő a nyenyerés fiú, aki a régi Ki mit tudokon jelent meg, ugye, és hozta vissza tulajdonképpen a tekerőlantot, vagy népies nevén a nyenyerét a köztudatba, és hát a régi zene együttese pedig legendásnak mondható. Így van, és tudatosan erre is törekednek ők, hogy a régi zenét korhű zeneszerszámokon, hangszereken játsszák el. Hát ez most egészen rendkívüli lesz, hogy utána olvastam ennek a történetnek, én is nagyon várom azt a produkciót, amit előadnak, ugyanis egy Szent Hildegárd nevű 900 éves apáca művét fogják majd előadni. Érdemes belenézni a róla szóló irodalomba, ahogy valaki fogalmaz, ő volt az első női zeneszerző, vagy legalábbis olyan zeneszerző, akinek megmaradtak a művei. Tehát az ő műveit játsszák majd, ez körülbelül egy órás műsor, és tényleg azt hiszem, hogy különleges ez itt ebben a nyári estében. Aztán következik a Barboncás Társulat, amely Kovács Ági jelenti, ő pedig Halália jó történet címmel egy nagyon-nagyon vérfagyasztó bábjátékot fog előadni. Nem kell persze megijedni. Gyerekeket is lehet vinni. Gyerekeket is természetesen lehet, hiszen ez egy vásári bábjáték, tehát ez is a múlthoz kötődik. Aztán következik a Fairy Garden nevű formáció, amely Polónyi Ágnest, Banai Szilárdot jelenti, és Kovács Zoltánt, hogy innen puskázzak egy pillanatra. Ők pedig szintén nagyon különös zenét játszanak, legalábbis számomra, hárfával, ütőhangszerekkel és zongorával. Tündérkert, ugye magyarul az együttes neve. Gondolom, hogy ezt fejezi ki majd, vagy ehhez kötődik. Hát a hárfa muzsika és a tündérek azt hiszem, hogy szorosan összefüggnek. Igen, az emberek tudatában ez összefügg, és el ne feledkezzünk a Gentry Sultán nevű zenekarról, Horváth Lászlóról, akit Ceglédén is jól ismernek. Ők pedig, ahogy magukat meghatározták, mármint a stílust, például a punk, a népek zenéje, a jazz, és a sramli is benne lesz majd ebben az előadásban. Ez is egy nagyon érdekes, azt gondolom. Ez lesz az utcán, és mindenkit szeretettel várunk, az épületbe is természetesen be lehet majd menni. Foglalkozások szoktak lenni. Jó idő is van még ugye a múzeumban egyébként, igen, tehát igen. A nagy vastag falak még azért nem melegedtek át, tehát ott kellemes, hűvös várható talán. Így van, a földszinten lesz az előbb említett kiállítás, de az összes többi kiállítást meg lehet nézni, különösen az Iparkottunk címűt ajánlom mindenki figyelmébe, amelyben egy kis gőzgép bemutató is lesz majd. A földszinten pedig a frissen alakult Ceglédi Lovas Hagyományőrző Egyesület, remélem jól mondom a nevüket, szóval ők fognak majd egy bemutatót tartani. Ló nélkül. Ezúttal ló nélkül. A lovakat azért majd szombaton délelőtt láthatják az emberek, a ceglédiek, hiszen ők felajánlották, hogy egy kis promóciót csinálnak a múzeumok éjszakájának, és itt a főtéren körbe lovagolnak, és ezt a kezemben tartott műsorlapot fogják majd osztogatni. Visszatérve a Dobmúzeumhoz egy picit, és a
ez a bizonyos bélyekhez. Erről mondj már néhány szót, Sanyi, hiszen gondolom nem olyan egyszer az ember bemegy a postára, hogy szeretnék egy ilyen meg ilyen bélyeget. Hány kört kell futni ahhoz, hogy egy ilyen alkalmi bélyeg megjelenjen? Hát sok kört kell futni, de tulajdonképpen ezt a kört el kellett 3 évvel ezelőtt kezdeni futni, és gyakorlatilag van egy bizottság, aki eldönti, hogy a 25 év vagy a vidéki dobmúzeum az éppen elég apropó-e ahhoz, hogy egy országos postabélyeget kiadjanak, és mivel Arany János év és egyéb más dolgok súlyosbították az 2017-es évet, így úgy döntöttek, és talán nem, ők valamiért úgy gondolták, hogy 50-től meg 100-tól indulnak azok a évfordulók, amik egy országos hatású postabélyegen meg kellene, hogy jelenjenek, és felajánlották, hogy személyes bélyeg változatban ezt kiadhatom, ami ugyanúgy bélyeg, ugyanúgy postaforgalomban használható. A Szentgróton is meg lehet majd vásárolni. Használható. És miután én mindenképpen szerettem volna ezt, így választottam ezt, ugyanúgy bélyeg tervezőnek kell, hogy tervezze. Szerencsére ez mind a két lányom grafikus, és a nagyobbik már 10 fölötti bélyeget tervezett a Magyar Postának, tehát nem kellett messzire menni a tervér, és hát azt is elmondanám szívesen, hogy mi került a bélyegre. Nem nyilván. Hát nem nagy fantáziára val, hogy egy dobfölszerelés csakok a bélyegre, viszont az azért volt egészen egyértelmű, mert a Cseh Tamás alapítvány segítségével tavaly sikerült a Dobmúzeumnak egy gyönyörű, szép régiséget vásárolnia, ami egy 1935-ben Angliában készült premier dobfölszerelés, egy ilyen különleges kivitelű dob, ami nem csak hogy a bélyegre került rá, hanem készült egy képeslap, hogy legyen mire ragasztani a bélyeget, miközben lepecsételjük, illetve megfelelő kiemelt helyzetben a Dobmúzeumban is megtekinthető lesz a múzeumok éjszakáján, hogy mi az a szép bélyeg, vagy mi az a szép hangszer, ami megérdemelte, hogy a bélyegre kerüljön. Amikor erről a bélyegről beszéltél, azért eszembe jutott, hogy biztos nagyon szép, nem láttam még ezt a dobfelszerelést, biztos nagyon gyönyörű, megértékes, de ugye ott van neked a Turbo Designer nevezetű nagyon különleges dobod, ami nagy nemzetközi sikereket ért el. Miért nem ez került mondjuk a bélyegre? Hát erre most kár, hogy ezt a kérdést nem mielőtt leültünk beszélgetni kapásból, valóban nem tudok rá válaszolni. Mondhatnám azt is, hogy mindig az új szerelem a legfényesebb, és soha nem akartam előtérbe tolni magam, tehát hogy az legyen a fontos, amit én készítettem. Az elért sikerei együtt nagyon jó helyen van a múzeum közepén, a legnagyobb vitrínben, de ezt a ritka szép régiséget, ezt annyira megszerettem tavaly, fél évig egyébként restauráltuk, hogy minden porcikája eredeti állapotba kerüljön, hogy egy pillanatig nem volt kérdéses, hogy ez kerüljön rá. Hát sokat dolgozgattál, sok kézi munka volt benne, kézi munkázni, vagy különféle foglalkozásokat bízni majd lehet, ugyebár ott a múzeumban és a múzeumok éjszakáján. Igen, így van. Idén, mivel az Iparkodjunk című kiállítás az iparosokról szól, ehhez kötődnek majd ezek az alkalmi foglalkozások is. Túri Alfréd jön majd, aki társaival együtt a fa esztergályozás rejtelmeit fogja megmutatni. A lovas hagyományőrzők pedig azt ígérték, hogy az ő felszerelésüket, ruhájukat, fegyvereiket meg lehet nézni, kézbe lehet fogni, tanulmányozni, és persze kérdéseket feltenni. Ugye az idő beosztás szempontjából az fontos, hogy ugye ezt is annyi 6 óra körül kezdetek. Igen. És hogy a koncertnek úgy 7 óra környékén lesz vége.
és 8 órakor kezd a múzeum. Igen. Tehát ugye nagy távolságok itt nincsenek Cegléd belvárosában, tehát nem kell lemaradni egyik programról sem. És ha valaki úgy gondolja, akkor még időközben is vissza sündöröket a Dobmúzeumban, hiszen lesz több turnusban idegenvezetés, tárlatbemutatás is. Szóval két szép évforduló, egy 25 és egy 100 éves évforduló, és ennek nyilván ez megadja a keretét szinte mind a két rendezvénynek, de hát azért még az évből van hátra bőségesen. Lesz-e még valami ezzel kapcsolatban, akár a 25, akár a 100 éves évfordulóval kapcsolatban ebben az esztendőben? Hát mi az évfordulót, vagyis a 100. születésnapunkat szeptemberre időzítjük majd. Hát gondolom, ezt nem kell külön magyarázni. A Kossuth beszéd kapcsán készülünk olyan eseményekre, amelyeknek majd maradandó darabja is lesznek itt a városban. Kiállítás is, kiadvány is készül, ami idén nem lesz készen, mert ugye ez nehéz lenne, de mindenképpen lesz olyan, ami megmarad kézzel foghatóan majd ebből az évfordulóból szeptemberben. És annyi nálatok, még lesz-e valami rendezvény ennek kapcsán, a 25 éves évforduló kapcsán? Hát gyakorlatilag egész évben 25 évesek vagyunk, tehát ez a különleges dobfölszerelés, ez reflektorfénybe kiállítva ott marad a múzeumban, viszont, és hivatkozok rá december 31-ig, hogy ez az év, ez erről szólt, de hagyj ragadjam meg az alkalmat, hogy lesz közben még egy nem dobmúzeumhoz kapcsolódó, de egy 50-es évforduló, hogy Lénárd Béla barátommal 50 éve kezdtünk el amatőr zenélni, és ennek lesz egy aktualitása egy augusztusi koncerten, ahol az összes zenésztársunkat, aki még hadrafogható, elhívjuk, és közösen muzsikálunk, illetve hát egyáltalán nincs köze a 25 éves évfordulóhoz, csak megragadom az alkalmat, hogy szeretném folytatni novemberben a Varázslat Ének Hangokra című klasszikus ének műsorsorozatot és a 8. részt megcsinálni szokás szerint a Városháza dísztermében. Igen. De most mindenek előtt ugye 24-ére Szent Iván éjszakára készülünk. Hát bundát nem nagyon kell hozni szerintem, és hát jó időnk lesz, és jó programok. Hát 6 órakor kezd a Dobmúzeum, egy kis gondolom néhány szóval fogsz majd nyitni, és utána aztán jönnek ugye a Horváth Kornél és Borbély Mihály, és aztán 8 órakor pedig indul a műsor a Múzeum utcában és magában a múzeum épületében is. Így van, egy remek műsor közlő Szatmári Gábor közreműködésével. Jó, aki most elbúcsúzik, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és Anyi, eljött Erzsike is, és kicsit bevezettek minket a 24-i múzeumok éjszakája rejtelmeibe. Én remélem, hogy szokás szerint sokan leszünk, és mindenki szintén szokás szerint remekül fogja érezni magát. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük a lehetőséget. Kedves nézőknek a figyelmet köszönöm, találkozzunk a múzeumok éjszakáján minél többen, és természetesen nézzék holnap is a hátteret. Viszontlátásra!